Elkezdett fröcskölni, tehát minden jön az acskóból, ami ki tud jönni. Egyelőre még nem jött ki a túlnyomás, úgyhogy még egy, már fölfújta az acskót is. Na, Jani már érez valamit. Jön. Én még nem érzem egyelőre. Lehet, hogy annyira rossz az orrom, hogy el se érzem. Nehogy már te húzd meg egyedül. De nem fröccsed a kezemre, és már bűnös. Ez nem vicces, ez nem lesz, most látom, érzem. Jó. Ez nem lesz vicces. Engedd ki a szellemet, adjál neki. Jó, adjál neki. Ne mondjad, csak engedd ki. Ez az a baj, nem... De ez... Nem fogom rögni. Ennek nincs szaga, gyerekek. Semmi. Érek. Te érzel valamit? Te éreztek valamit? Ez nem vicces, gyere át el az oldalra. Mindjárt hát, miért? Ide miért? Jó, akkor most már kinyithatod, nyisd ki. Ja. Hát figyelj, se egyelőre jó, semmi. Jó, gyere ide, Feri. Gyere ide, Feri. Hát de most itt vagyok mellette. Elmondom. Hát elmondom. Ti betegek vagytok, gyerekek. Semmi. Hú, de rossz a gyomrom. Én nem bírom ezt, az a baj. Én kimegyek először. Ez? Biztos, hogy nem érzel semmi. Ne, semmi baj nincs. Nincs egy szagló érzéke? De van, semmi, semmi baj nincs. Gyere, ez nagyon jó lesz. Mindnőtt érte fel. Vidéken. Gyerekek, azért ez korán se olyan, mint ahogy ti a rohadt nincs ki, nem bírok kinyitni? Nem, mert nehezen. Nem, sokat kapott. Nem, nem az a baj, hogy nem merek, nagyon így, hogy hívják. Ah, nem, sem kinyitom én. Úgy, na, és most kell, az a baj, nem fröccsköl, még mindig fröccsköl. Laci, nem állj, te is rossz. Ez a hal még él. Még elúszik. Ne János, ne fröcskölj rá! Ne, akkor tedd rá, ne Elon! Mondtam, hogy mennem kell még az RTL-be. Azzal te már nem is sehova. Már nézzel, megroppantottam, és még mindig fröcskölj. Kezd el kitakarni. Van benne anyag, gyerekek. Aha. Jó. Figyelj, a lé, ami kijön belőle, az nem szép. Elmondom, hogy egy ilyen nagyon-nagyon, igen, egy ilyen fura állagú lé jön ki belőle, és... Nem viszi. És a káposzta... A lábszag... Nem hiszem, hogy nem érzed, Feri. De na most. Érzem, de nekem nem különösebben kellemetlen, gyerekek, az a közeg, ahol én felnőttem, az téha tartalmazott ilyeneket is. Na, most nyúlj alá, jó? Várjál még, hadd bontsa szépen körbe. Most nyúlj alám. Figyelj. Aha. Ott a másik konzernító hozza. Jó, figyelj. Oké. Okay. Jó, mert... is kicsit... Oké, okay, nyitjuk. Jó, és most tudsz alá nyúlni, oké? Okay. Ó, de gyönyörű hal darabok, gyerekek. Meg ami megmarad belőle. De fröcsköd, de lefröd le! De hát nem így csinálta! Hát nyomorú! Vége ennek a gyönyörű narancsága felsőnek. Na, hát ugye kinyílt igazából, én egyelőre az, tehát hogy azt hittem, hogy durvább lesz. Az első falatot a Igen, rossz, hát egy ilyen erjedt. Erjedt szaga van. Erjedt szaga van, de ez nem annyira durva valóban, mint ami a videó látszik. Akkor váljúhoz! Hozok kenyeret! Én nem mehetek sajnos. Sajnos én nem mehetek, hiszen vegetáriános vagyunk. Ja, a levét megkóstolhatod. Tehát a levét megkóstolhatod nyugodtan. Laci már fogja az ember. Jó, figyeljetek, amit láttam a videón, ahhoz képest valóban büdös, de nem annyira durva. Tehát nem érzem annyira durvának. Aha. Basz. Igen, ha közelbe leszabozom. Igen. Tehát mihez lehet hasonlítani? Van ez az ecetes hal, mi az? Amikor ez ruszli. Ruszli, igen. Kicsit sprotni, kicsit ruszli. De nem tűnik, én nem kóstolom meg. Na, nem kóstolom meg. Na, hoztam kegyeret. Milyen, ugye? Üdös? Ajjajna, uff. Nem, azért ha sokat szagolom, akkor... Aha. Jó. Felé fogott egy darab kenyeret. Ne legyen puha ez, az kóstol meg. És nyers hal darabkát nem néz ki. Menj hozzá közel, és így nagy nem most így szarna néz ki. Na, gyerünk. Így, az a durva irány, hogy így beleszagolsz, így nagy. Come on, Barbie, let's go party. Kész? Na, Feri kivett egy darabot, tehát megkóstolod? Megpróbáljuk. Igazi ilyen, de a közel vagy hozzá, akkor durva. Nem tűnik annyira erősnek, de azért a közel mész hozzá, akkor nagyon kemény. Igen, hát látszik, hogy a hal... Ugye? A hal az ilyes. Na, figyelj, egy falatot levet felé, de csak egy nagyon kis mini falatot, most már nem tűnsz annyira flamosnak. Na, így közelről rossz. Ugye? Kicsit olyan ilyen sprotti jellegű, hering jellegű... Hát... Ez így tudnám jellemezni. Na? Úgy van, igazi? Mi a baj, romlott? A NATO-m alatt nem? A szavatosság tényleg, még két évig egyébként simán fogyasztottam. Na milyen az íze? Kicsit ettél, megkóstoltad? Aha. A jövő unattól a korhelyét lapad.